Adjon Isten mindenkinek, a mai videóban egy kis ötletességet mutatok meg. Egy kiszuperelt keverőgép dobot használunk fel kerti szalonnasütőnek. A tengely le van róla szedve alul. Itt a flexek, levágjuk a csavarokat, de a szára megmarad, hogy a fogaskoszorúba benne maradjon. Ezt már szétszereltem, megmutatom, hogyan kell átrendezni. Tehát a fogaskoszorút leszedjük, és a csavar csonkok azok megmaradnak rajta. Ez szükséges lesz. A felső részből lesz az alja, az alsó részből meg a teteje. Tehát ez a felső rész volt, ami alulra kell. Átveszük ide alulra, itt meg is támaszkodik. És a fogaskoszorút a csavar csonkoknak megfelelően ráillesztjük. Így belepattan, és ide a nyársat rá tudjuk tenni. Könnyebb forgatni, nem fog lemászni, nem fog lecsúszni. Annyi van, hogy a zajában, hogyha a hamu benne marad, és az eső ráesik, akkor a lug kicsit gyorsabban fogja enni a vasat. De hogyha húrunk rá egy-két lyukat, akkor a csapadék az lemegy, és lent csorog le. Tehát röviden ennyi lenne egy 600 vagy 800 forintból előállítható szalonnasütő egy kiszuperált keverőgép dobjából. Tisztítása egyszerű. Az első alkalmazásakor, a festék égetésekor némi bűz fog keletkezni, de ha valaki veszi a fáradtságot és leflexeli, lecsiszolja, akkor ettől megkíméli magát, de az első gyújtás az legyen olyan, hogy nem főzünk rajta ételt, nem sütünk rajta. Röviden, többre ennyi. Isten áldjon benneteket!